A béke csak kívülről hozható el. Ha Ukrajnán és Oroszországon múlik a háborúnak, sosem lesz vége, mondta Orbán Viktor Tusnádfürdőn. A magyar kormányfő a bálványosi nyári szabad egyetem és diáktáborban tartott előadást. A magyar miniszterelnök ilyenkor sorra veszi a legfontosabb külpolitikai eseményeket, és meghatározza Magyarország helyét és útját a világban. Ma a háború, illetve annak következményei voltak a központi témái. A versenyek ugyan már szerdán elkezdődtek, az ötkarikás játékokat hivatalosan csütörtök este nyitották meg. A több mint 4 órás ünnepséget a Szajnán tartották. A szerb zászlót Maja Ognjanović, a női röplabda válogatott tagja és Dusan Mandić vízilabdázó vitte. Szerbiát 16 sportágban 115 sportoló képviseli az olimpián. A magyar küldöttség élén a kézilabda válogatott kapusa Böde Bíró Blanka és a cselgáncsozó Tóth Krisztián vonult a nemzeti zászlóval. Magyar színekben 21 sportágban 180 sportoló versenyez a játékokon. Most van az utazások és a nyaralások főszezonja, emiatt a szerbiai autópályákon és a főutakon is jelentősen megnőtt a gépjárművek száma, ezért torlódások vannak a fizetőkapuknál és a határátkelő helyeken, jelentette a Szerbiai Autómotoros Szövetség. A szerb-magyar határátkelő helyen több órás torlódásra kell számítani mindkét irányban. A legleterheltebb a Horgos-Röszke autópálya és közúti átkelő, a Kelebia Tompa és a Királyhalom ásott halomátjáró. A 78 nap című szerb alkotás nyerte a legjobb filmnek járó díjat a 31. Palicsi Filmfesztiválon. Az egyhetes fesztiválon 150 filmet vetítettek, emellett pedig koncertek, kiállítások és kerekasztal beszélgetések is tarkították a rendezvényt. A legjobb rendezésért járó Palicsi Torony díjat Rúnár Rúnárszon izlandi filmrendezőnek ítélték oda, a legjobb filmnek járó Aranytorony díjat pedig Emilia Gásics alkotása a 78 nap érdemelte ki.